Sziasztok! Ahogy az előző videóban ígértem nektek, ma még a New York-i utazásomról fog szólni ez a videó, erről beszélgetünk kicsit egy kis részletesebb élménybeszámoló, mert rengeteg mesélni valom van, és abban a videóban nem igazán fért bele minden. Szóval, ha nem láttad a New York-i utazásomról, illetve a divat hétről készült élménybeszámoló vlogomat, akkor azt majd mindenképpen nézd meg, mert ez a videó ahhoz egy ilyen nagyobb kiegészítés. Úgyhogy köszönöm a sok-sok kérdést is, amit feltettetek, ezt a videót igyekeztem az alapján felépíteni, úgyhogy igyekszem nagyjából válaszolni a kérdéseitekre is. Összesen 8 napot, vagyis ha az utazást leszámítjuk, akkor 7 napot töltöttünk New Yorkban, és ez az idő tökéletesen elég volt arra, hogy megnézzünk mindent, amit úgy szerettünk volna, illetve ugye még ezekre a fix programokra is elmenjünk. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy kikkel mentem. Velem volt a L'Oréal-nak a PR menedzsere, illetve még néhány újságíró, velük mentem ezekre a fix programokra. Aztán a szabadidőmet pedig az első másfél napba egyedül töltöttem, és utána kiérkezett a barátom is, aminek nagyon örültem, mert ezt a felejthetetlen élményt tök jó volt, hogy így vele oszthatom meg, úgyhogy tényleg fantasztikus élmény volt így közösen. A hosszú repülőutat én szerintem meglepően jól bírtam. Az ilyen két órásokkal abszolút semmi gondom nincsen, de azért ettől a 7,5-től eléggé féltem, hogy mit fogok kezdeni annyi ideig magammal, de ugye mivel lehet filmet nézni, meg tudtam is aludni, azért viszonylag elég gyorsan eltelt. Közben a lábamon ülök, és már most teljesen elzsibbad, bocsánat. Az első nap, amikor megérkeztünk, és először kimentem a városba, akkor szerintem engem szó szerint egy ilyen kulturális sokk ért, azt kell, hogy mondjam, mert minden annyira, de annyira más volt. Tehát az, hogy sétálsz a járdán, és mindenki olyan szuper céltudatosan megy, nincs itt az, hogy így nyugodtan csak így lébecolsz, és így nézelődesz, legalábbis ezekben az utcákban, ahol pont először sétáltam, mindenki csak így rohant, az autók folyamatosan dudáltak, mentek, jöttek, szóval megilletődtem rendesen. Ez nagyon érdekes volt, mert ez addig tartott, amíg a barátom megérkezett, mert ugye előtte egyedül mászkáltam, de szeretem volna egyedül mászkálni, mert itt szeretek egyedül felfedezni dolgokat. De mégis akkor teljesen megváltozott a véleményem, amikor ő megérkezett, mert tényleg mire megérkezett, addigra már így kezdtem így nagyon-nagyon picinek érezni magam ebben a hatalmas és nagyon pörgő nagyvárosban, és amikor megérkezett, én mondtam is neki, hogy hát itt őrületes a pörgés, tele van minden kocsikkal, hatalmas dugó volt, és nagyon érdekes, hogy amikor összevágtam az élménybeszámoló vlogot, visszanéztem azokat a felvételeket, amiket legelőször felvettem, és alig volt forgalom az utakon, nekem meg mégis úgy maradt benne a fejembe, hogy itt egymást hátát érték az autók, szóval nagyon érdekes. Tehát elsőre belecsöppenni mindenképpen nagyon fura élmény, de ahogy mondom, amint megérkezett, és már így közösen tudtuk felfedezni a várost, teljesen megváltozott a véleményen, és imádtam azt a hatalmas pörgést, nagyon motiváló hatással volt rám, hogy mindenki szuper céltudatos, tudja a dolgát, teszi a dolgát, és mert tényleg akkor úgy voltam vele, hogy alig várom, hogy visszaérjek, mert minden célomat most el fogom érni, és megcsinálok mindent, el fogok járni rendszeresebben sportolni, időben kelek, mindent megcsinálok, amit szeretnék, és egyébként még most is ebben az állapotban vagyok, szóval ebből a szempontból is mindenképpen hatalmas élmény volt az út, mert tényleg nagyon-nagyon motiváló hatással volt rám. Ahogy a videóban is elmondtam, körülbelül 1000-szer, de tényleg ki kell hangsúlyoznom, mert ezt egyszerűen imádtam, hogy azok a bloggerek és youtuberek, akiket követek, ott sétáltak el mellettem a divacsókon, vagy az esti eseményeken, meg amikor hazamentem, végig görgettem az Instagramot, és ők is ugyanonnan posztoltak, szóval az fantasztikus élmény volt, és az még különösen tetszett, hogy ahogy mondtam, Camila Coelho-t láttam az egyik fashion show-n, és így mellettem sétált el, de már nem tudtam oda menni hozzá, és másnap, miben ilyen városnézők is felfedezésen voltunk, amikor találkoztam vele, mert éppen outfiteket fotóztak a fotósával ott az utcákon, és akkor oda mentem hozzá, és nagyon-nagyon aranyos volt. Egyébként persze nem tudtam vele sok mindent beszélni, meg igazából hát nem is tudtam volna neki nagyon mit mondani, de nagyon aranyos volt, egyből mosolygósan odajött és megölelt, szóval tök jó élmény volt, hogy találkozhattam vele. Meg a divatsókon az, hogy mennyire szuper extravagáns volt mindenki, az brutális, szóval nagyon jó volt még csak nézelődni is, nem csak a kifutókon, meg azt hiszem extravagánsabb emberek ültek a nézőtéren, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Városnézés szempontjából nekem a legkedvencebb élményem a Brooklyn híd volt, talán azért is, mert fantasztikus időnk volt, mindketten nagyon jól éreztük magunkat. Ha körbenéztünk, minden ember mosolygott és annyira felszabadultnak tűnt, és valami fantasztikus kilátás volt.
Szóval azt hiszem, erre nagyon-nagyon sokáig emlékezni fogok, mert ha így visszagondolok, hogy mikor voltam a legboldogabb, akkor az egy nagyon-nagyon kimagasló pillanat az életemben, mert tényleg fantasztikus volt. Azt, hogy körbenézel arról a hídról, és ezek a hatalmas felhőkarcolókat látod, baromi jól nézett ki. Ami még nagyon jó élmény volt az, hogy a New York-i YouTube Space-be el tudtunk menni, ami szerencsén is múlott egyébként, mert a YouTube Space-ben vannak különböző stúdiók, amit bármelyik YouTuber 10.000 feliratkozó fölött használhat, viszont regisztrálni kell előtte, illetve egy ilyen online kis tanfolyamszerűséget megcsinálni, és ennek az átfutási ideje azt hiszem 2 hét, és mi a látogatásunk előtti napon próbáltunk beregisztrálni, és nem tudtuk egyébként ezt a 2 hét átfutást, stb. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy mi azért csak megpróbáljuk, úgyhogy elmentünk a YouTube Space-be, és nagyon rendes volt a recepciós, mert simán mondhatta volna azt, hogy hát sajnálom, 2 hét meg kellett volna csinálni ezt, meg ezt, meg ezt, de tök rendes volt, beszélt valakivel, és lejött egy másik ember, és hát ő is ugyanezt tudta elmondani, hogy ezt és ezt meg kellett volna csinálnunk, stb. És aztán volt egy kis hatásszünet, és azt mondta, de hogy visszajöhetünk délután 16:30, és van egy kis ideje, és körbevezet minket. És az ilyen apró dolgok annyira fel tudják dobni az ember hangulatát, amikor teljesen ismeretlenként odamész egy ilyen hatalmas helyre, mint a YouTube Space, és valaki kedvességből és igazából szívességből megteszi ezt neked, és az idejéből pár percet arra szakít, hogy veled foglalkozzon, mindenféle hátsó szándék, meg anélkül, hogy bármit profitálna ebből. Legalábbis néha Magyarországon ezt érzem, hogy ez a helyzet. Úgyhogy visszamentünk, és be tudtunk nézni ezekbe a stúdiókba, és valami elképesztő, hogy ott milyen felkészültség van. Szóval maga a felszereltség brutálisan jó, illetve vannak olyan stúdiók, amik különböző stílusok szerint vannak berendezve. Mivel ugye most jönnek a választások, van egy helység megcsinálva, ami konkrétan az ovális irodát ábrázolja 100%-os pontossággal, illetve vannak olyan kis pulpitusok, tudjátok, ahol szoktak beszélni az elnök jelöltek, ott csináltunk is egy képet, meg mivel Halloween közeledik, be vannak rendezve ilyen ijesztő hotelszobává helységek, úgyhogy brutális, hogy ott milyen magas szinten zajlik is a YouTube, úgyhogy ez pláne inspiráló volt számomra, úgyhogy most itt tényleg nagy tetvágyban égek. Nekem még épületek terén a One World Trade Center is nagy kedvencem volt, aminek ugye fel is lehet menni a tetejére, és onnan megnézni egy 360 fokos panorámát New Yorkról, ami elképesztő látvány, és ennek az a különlegessége, hogy amikor mész föl a lifttel, azt hiszem talán a 102. emeletre, ami 1 percig tart, szóval brutális gyors, akkor a liftnek mind a 4 oldala így körbe-körbe, egyszerre egy ilyen kijelző is, és amikor mész fölfelé, akkor így New Yorknak a történetét láthatod, hogy hogyan változtak körülötted a dolgok. Tehát amikor elindulsz, akkor még azt látod, hogy fák voltak körülötted, és hogy mész följebb, látod, ahogy az újabbnál újabb épületek nőttek ki a földből, és amikor felérsz, akkor meg pontosan azt a panorámát látod a kijelzőkön, ami éppen fogad. Hú, egyébként azt se tudom, hogy miket meséljek, mert annyi minden történt velem, így próbálok így a fényképek alapján inspirálódni, például a Times Square-en is jártunk, ami brutális volt. Ott talán ott volt a legtöbb turista, és ott mindig rengetegen voltak. Késő este szerintem még többen vannak, mint nappal, és hát olyan, mint a filmekben, sőt, egész New Yorkról ezt tudnám mondani, hogy pont olyan, mint a filmekben, ahogyan azt elképzeled, a pörgés, szupermodern, minden nagyon nagy, és nagyon inspiráló. Tudom, hogy ismételgetem magamat, de tényleg ezzel tudnám legjobban jellemezni. És hogy összességében milyenek az emberek, mennyire másak a magyaroktól, stb. Erről nem tudok egy ilyen teljes körű véleményt mondani, mert nyilván nem beszéltünk annyi helyi emberrel, hogy egy konkrét vélemény alakuljon ki bennem. De azt biztosan állíthatom, hogy volt néhány ember, aki annyira kedvesen, előzékenyen és szuper intelligensen viselkedett velünk, hogy az ilyen apró dolgok annyira más színben tüntetnek fel egy várost, és nekem emiatt még pozitívabb lett a véleményem, mert tényleg az ilyen apró élmények, hogy megdicsérnek, vagy volt az egyik üzletben egy eladó, akivel pár mondatot tudtunk váltani Magyarországról, vagy itt a környező országokról, és már az nagyon-nagyon sokat számított, persze ez alapján nem lehet általánosítani. És egyébként nagyon érdekes volt, hogy sokan megkérdezték, hogy melyik országból jöttünk, és mondtuk, hogy Magyarország, és egyből rávágták, hogy Budapest, úgyhogy tök érdekes volt, mert én azt gondolnám, hogy azt se tudják kb., hogy hol van Magyarország, nem, hogy még a fővárosát is ismerik, szóval tök érdekes volt. Jártunk New Yorknak az olasz, illetve a kínai negyedében is, és
megmondom őszintén, hogy Chinatown egy picit csalódás volt számomra, mert inkább az ilyen, hát ilyen turistákból élő kis ruhás üzletekből állt az egész, és nem annyira azt éreztem, hogy ott egy igazi kínai közösség van, míg Londonban a Chinatown szerintem sokkal inkább átadja ezt a helyi kínai hangulatot. És amit még imádtam, az, hogy elmentünk egy Yankees baseball meccsre. Se én, se a barátom semmilyen baseball szabályt nem tudunk, azon kívül, amit a filmekből meg tudsz érteni, hogy elütik és értek el szaladni, neked közben eddig szaladni, stb. Szóval semmit nem tudtunk belőle, de a hangulat miatt nagyon-nagyon megérte elmenni, mert tényleg ezt ilyen igazi helyi amerikai szokás úgymond, úgyhogy jó volt így belecsöppenni ebbe a helyi részébe a dolognak, úgyhogy azt nagyon-nagyon élveztem. És fura, hogy egy meglehetősen lassú játékról van szó, nagyon sok szünet van benne, mégis így tökre élvezik az emberek, úgyhogy szerintem inkább ugye a hangulat miatt járnak el. Nagyon sok fényképet csináltam az út során, de nem vlogoltam mindenhonnan, főként a városrészős részekről, és ez nagy dilemma is volt számomra, mert szerettem volna mindent megörökíteni és megosztani veletek, de másrészt meg azért mégiscsak a barátommal voltam, és együtt utaztunk, és szerettük volna valamilyen szinten magunknak is megtartani ezt az élményt, meg nyilván nem mindig azzal foglalkozni, hogy na akkor most innen jelentkezek be, onnan jelentkezek be, stb. Úgyhogy remélem azért így betekintést tudtatok nyerni, hogy milyen volt, és így sikerült megtalálni a középutat, mert mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és remélem, hogy meg tudtam nektek eleget mutatni is a városból. Úgyhogy most így összességében ezekről szerettem volna nektek beszélni, biztos egymillió dolog van, amiről még tudnék beszélni, és most kihagytam, de nem is szeretnék egy egymillió perc hosszúságú videót készíteni belőle, úgyhogy remélem élveztétek ezt a videót, és ha lehetőségetek lesz, akkor mindenképpen menjetek el New Yorkba, hogy nektek is egy ilyen felejthetetlen élményben legyen részetek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, aki szavazott rám, és lehetővé tette nekem ezt az utazást. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!